Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet. A futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Girmó Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkofer stadion mellett. Sporttörténeti mérkőzés játszott a Girmót FC Győr Körös Ladányban, ahol a helyi Medosz SK először játszott a legjobb 64 között a Magyar Kupában. Nagyon sokat játszottak a Békés megyei másod, majd az első osztályban, most viszont már MB3-asok, és nem is állnak rosszul, tavaly is az ötödikek voltak, és most is ott vannak a középmezőny elején. Egy hazai lehetőség, majd egy szegi beadás után Pető próbált hozzáérni a labdához, ezek mindig az első 5 percben történtek. Aztán pedig egy újabb fejelési lehetőség Girmóti részől, amit kontra követett. A Tiszasziget és a Kecskemét legyőzésre jutott ide a harmadik fordulóba. A Körös Ladány, a Girmót pedig itt kezdett, Rusákkal a kapuban, aki a meccs végén majd azért főszereplő lesz majd. Ekkor Attila vezetőedző azt mondta, hogy nem fognak beállni védekezni, hanem megpróbálnak támadni. Ez nagyjából az első 20-25 percben sikerült. Itt is egy éles beadás, Polgár teszi ki szögletre, de onnantól kezdve gyakorlatilag minden úgy történt, vagy inkább úgy mondanám, hogy szinte minden úgy történt, hogy a Girmót eltervezte. Egyetlen egy dolog hiányzott, a gól, de az nagyon itt Pető lövése megy el keresztbe a kapu előtt. Aztán volt több lehetőség, kecsegtető szabadrugás, ezt Kovács Dominik vágja fölé, Madarász lövése pedig elakad a sorfalban, kezezést reklamál Madi, de valószínű, hogy nem volt az, mert a játékvezető közel állt és jól látott mindent. Aztán újból Madarász próbálkozik, a kapufáról megy fölé az átlövése. A mérkőzés ezen szakaszában már szinte 10 emberrel a saját 16-osa környékén védekezett a komplett Körös Ladányi csapat, és több átlövéssel is próbálkoztak a mieink, de nem jártak sikerrel. Szorványos kontrákra volt lehetőség ilyenkor, amikor megpróbált gólt szerezni a Körös Ladány, akkor egy picit fellazult a védelme, de láthatjuk, hogy Pető egyedül 3 védő gyűrűjében, 2 rajta, egy pedig egy picit távol, és aztán megpróbálnak szögletből is gólt szerezni a Körös Ladányiak, de Rusák eszén nem tudtak túljárni. Egy újabb fejes, mellé megy, és aztán Pető kapja a labdát, visszateszi Kicsunnak, Kicsun helyzetben spiccel lövi el, de leér a sarokra Kertész Dániel, aki Rusákhoz hasonlóan nagyon magabiztos volt az egész mérkőzésen. Pető labdája elakad a védőkben, hősiesen, önfeláldozóan védekezett a Körös Ladányi csapat, és mindent megtettek, hogy a lehető legtovább kihúzzák kapott gól nélkül, és még szerencséjük is volt. Ennek következtében a rendes játékidőben nem esett gól, most jön az utolsó lehetőség, és aztán utána pedig következett a hosszabbítás. Soltész szögletét a gólvonalról vágják ki, nem sikerült tehát 90 perc alatt, illetve hát némi hosszabbítás beleszámítva 95-96 perc alatt gólt szerezni, jöhetett tehát a hosszabbítás. Itt is a Girmótnak voltak helyzetei, különösen Kicsun volt elemében, aki itt fejelt, de nem sokkal a fejese céltévesztett, aztán Soltész lódul meg, elcsúszik a védő, Meggyes pedig mehet a kapu felé, Soltész már itt van és kíséri az akciót, a beadásáról Pető lemarad, lövésnek meg nem volt jó, mert elment a kapu előtt, maradt át a gól nélküli döntetlen, és jön akkor a mérkőzés utolsó helyzete, Kicsun fejeli a kapufára, aztán még jön egy ismétlés, ez pedig Kertész Dániel kezében landolt, így aztán nincs gól, jöhetnek a büntetők. Meggyes kezdi és bevágja a jobb alsó sarokba, és aztán jön Weber, aki magasan ellövi fölé, megvan tehát a Girmóti előny már az első párbaj után. Pető Bence következik, odalövi, ahova Weber szerette volna, aztán egy érdekes büntető Rajslitól, mert átkocog a túloldalra, Rusák viszont érzi az irányt, hogy hova kell jönni, és a rosszul rúgott büntetőt megfogja. Soltész Dominik tavaly a bajnokságban magabiztosan lőtte a büntetőket, és most is ugyanezt teszi. 3-0 tehát, és innentől gyakorlatilag eldőlt, mert hogy nem talál Ruzsa Zoltán a kapuba,
A Körös Ladány tehát hősiesen küzdött, de a Gyirmót megérdemelten nyert. Büntetőkkel jutott be a legjobb 32 közé, és várhatja a csapat, a sorsolást és a következő ellenfelet. A Gyirmót TV videói a Gyirmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.